Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Erről készítek egy videót álnéven. Nem szoktam elmondani konkrétan, hogy miről van szó, hogy nehogy valaki ráismerjen a történetedre. Miután elkészült a videó, feltöltöm a másik csatornámra, Meisterin des Kartenlegens, és ha elkészült, akkor átküldöm neked a linket a videóhoz, az álnév által tudod, hogy rólad van szó, és akkor ott elmagyarázom azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez a felvétel május 9-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Rohini holdházban van. Ez egy szép, különleges holdház, utal kreatív tevékenységre, utal szépségre és a szerelemre. Ehhez van egy kis történet. Az indiai mitológia szerint a hold az egy szép, fiatal férfi, Chandrának hívják, és beleszeret Rohiniba. Rohini lefordítva a hajnalt jelenti. Mondhatnánk, itt hajnalkáról van szó. A hold megkéri a kezét, és Rohini édesapja azt mondja, igen, elveheted a legkisebb lányomat, de a nővéreit is el kell, hogy vegyed. Ezért a hold összeházasodik 27 lányjal, a testvérekkel tulajdonképpen, és minden nap egy másik holdházban van, így minden nap más nőt látogat meg, de a nagy szerelem az persze a Rohini. Ezért a mai napon egy ilyen szerelmi energiáról van szó. Ezen a napon, május 9-én a hold egy szép kapcsolatban van Mars bolygóval. Mars bolygó jelentheti az élet erőnket, és itt érzelmekről van szó a hold hatása által. Persze Mars bolygó jelenti a férfiakat is, lehet, hogy kicsit érzékenyek, vagy azt is jelentheti ez a kapcsolat, hogy a férfiak érzelmekről beszélnek, kimutatják az érzelmeiket. Ezen a napon van egy jó kapcsolat Merkur bolygó és Uranus bolygó között. Merkur bolygó jelenti a cselekvéseket, jelenthet egy szerződést vagy kommunikációt, és Uranus bolygó hatása alatt lehet ez egy különleges kapcsolat, lehet egy meglepetés, vagy jelenthet változásokat. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolatait felül látjuk. A gólyák jelentik a változásokat. Valami megváltozik nála. Lehet egy munkahelyi változás, lehet egy költözködés, vagy valami változik a hozzáállásán, valami változik a kapcsolatotokban. És a változások mellett ott vannak az utak. Ez lehet egy találkozás, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy jelenthet döntéseket, hiszen elérkezik az élet útján
ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányban. Tehát itt döntésekről van szó, változásokról. Az is lehet, hogy valami megváltozik a hozzáállásán. Az érzelmeit bal oldalon láthatjuk. A koporsó az lehet egy örökösödési ügy, és itt akkor veszteségről van szó, hiszen ott vannak az egerek. És ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Amit a kártyák még jelenthetnek, hogy eddig ő olyan visszahúzódó volt, de az egerek eltávolítják ezt az időszakot. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy ő blokkolt valahol téged, de ő ezt most feloldja, hiszen az egerek eltávolítják ezeket a blokkokat. Mit fog tenni? Az jobb oldalon látható. A madarak jelentik a könnyűséget, a csevegést, ő beszélni akar veled, és a gyermek az jelentheti a gyermekeket, hogy a gyermekekről szeretne beszélni, de a gyermek jelentheti az ártatlanságot is, hogy ő kimondja, hogy ártatlan volt, vagy rájött arra, hogy te voltál ártatlan. Amit a gyermek még jelenthet, egy új irányt, egy új kezdetet. Hogy mi fűz össze benneteket, az középen látható, ezek betűk, és a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás, aminek van egy szimbolikus jelentése. Ma az U betűről van szó. Leírhatod a kommentárba, hogy mit jelent számodra az U betű. Ami nekem eszembe jut, Ulrike, vagy Ulrik, vagy angyal, Úriel, a fény angyala, Uborka, Ungárn, Újhartyán, hogy mi jut eszedbe neked az U betűről, leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen. A régi írásmód középen van, ez olyan hasonló, mint a német nyelvű területen a rúnák, és a rúna kártya az alul bal oldalon látható, felül a szimbólum, ugyanolyan, mint a rovásírás. Itt az ő életútjáról és a te életutadról van szó. Itt tükröződik valami. Ez a tükröződés jelentheti azt is, hogy ő a te lelki társad. A kereszt középen, hogy a sors utatok kereszteződik, ugyanúgy, ahogy felül a kártyán szintén ez látható, egy találkozás. Középen fogtok találkozni, és így középről majd figyelitek a dolgokat, és lesznek döntések, lesz egy új irány, hiszen beszéltek arról, hogyan tovább, milyen irányba. A rúna kártya az jelenti a táncot, a zenét, a könnyűséget, a művészi területeket, azt is, hogy ő megérint téged, és a lepke szimbolizál egy lelki kapcsolatot kettőtök között. A napi energia az jobb oldalon látható a gyertya, amivel megvilágítunk valamit, tisztán látunk bizonyos dolgokat, jelentheti a melegséget is, és ezt nyújtod számára. Ami nekem a gyertyáról még eszembe jut, egy szertartás. Például, ha a mai napon tartunk egy szertartást, egy gyertya mágia szertartást, hogy tisztán lássunk a közel jövőben bizonyos dolgokat, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, hiszen az utaknál döntésekről is szó van.
Ami nekem még feltűnik a jóslásnál, a gólya, meg a gyermek, az lehet egy kisbabának a születése is. Lehet, hogy nem nálad, de valakinél a családban, vagy az ismerősöknél. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy ha jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Susanna Medici, és ott beszámolok naponta a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!